Azok a párok, akik nagy napjukra készülnek, azok most nagyon figyeljenek, ugyanis a következő percekben Kanizsai Ákossal a januári esküvő kiállításról fogunk beszélgetni. Szervusz, köszöntelek itt nálad a stúdióban. Szervusz, köszöntöm a nézőket is. Nos, most már, hogyha jól számoltuk össze, akkor 17. alkalommal szervezed meg az esküvő kiállítást. Igen. Idén mire lehet számítani? Mindig újdonságokat kell behozni az emberek életébe ahhoz, hogy eljöjjenek és újdonságokat találjanak, mert a fiatal pároknak egy kicsit az inger küszöbe évről évre nő ahhoz, hogy mindig keresik azokat a dolgokat, amik az ő esküvőjükön egyedi. Ezért a szolgáltatóknak is nagyon komolyan oda kell figyelni az újdonságokra, a trendekre, illetve nekünk is, mint szervezőknek is, hogy elérjük azokat az ifjú párokat, akik szeretnének eljönni hozzánk. Ugye beszélgettünk a pár perc ezelőtt, és említetted, hogy most már külföldről is jönnek tulajdonképpen kiállítók. Milyen kiállítói vannak? Honnan érkeznek ők? Igen, ez egyébként nagyon nagy büszkeséggel töltött el. A tavalyi évben volt először, hogy nem csak megyehatáron kívülről, hanem országhatáron kívülről érkeztek hozzánk kiállítók, mert hallották, hogy szakmailag egy magasabb szinten állunk, hál' Istennek már. Tavaly egy online meghívós jött Erdélyből, Nagyváradról, Kárpátaljáról jött egy ruhatervező, egy esküvői ruhás, illetve az idén már novemberben ősszel is megjelent a kiállításunkon, illetve januárban is jön egy fotós Németországból. És ugye azt is említetted az imént, hogy mindenki egyedit szeretne, mindenki szeretne valami kis pluszt a saját esküvőjébe, viszont Fehérvár annyira talán nem bevállalós, ezeket az extrém vonalat annyira nem kedvelik. Mi az, amit nagyon keresnek a fehérvári párok? Igen, egyébként igazad van. Ezt mi is észrevettük, hogy van egyfajta zárkózottság, vagy hívjuk konzervatív vonalnak, hogy nem mernek annyira az újdonságok felé nyúlni, vagy az érdekességek felé, különlegességek felé nyúlni. Korábbi beszélgetésünkkor is már elmondtam, hogy ennek azért a szülők is egy picit gátat szabnak, hiszen nagy mértékben ők azok, akik esetlegesen pénzelik támogatják a gyermekeik nagy napját, és hát ők azért komolyan bele is szólnak ezekbe a szervezésekbe. Most ezáltal, hogyha ők nem akarnak olyan nagy mértékben elrugaszkodni a valóságtól, vagy a hagyományoktól, akkor igen, akkor akkor a fiatal pár sem mer annyira hozzányúlni. De azért, mert megjelennek új dolgok. Megjelennek ezek az ominózus szertartásvezetők, akik az állami szférán kívül mondjuk egy hivatalos esküvő, pár perces esküvőn vagy szertartáson megjelennek, és hétvégén bármilyen külső helyszínen ez a szertartásvezető mások számára teljesen hivatalosan ugye összeadja őket, úgyhogy ez is már egy lazább vonal, de lehet korábban ugye nagy kiállítón volt éveken keresztül a hajózás ZRT a Balatonról, ő egy fantasztikus dolog az, hogy egy hajón kompletten lehet esküvő. Persze aztán meg lehet tartani a réten, meg lehet tartani a magas hegyeken, az erdőben, bőlékbalomba, tehát bármiben meg lehet, igen. Miért érdemes ellátogatni az esküvő kiállításra azoknak, akik szervezik a nagy napot? Az idén említetted ugye a hajós esküvőt, esetleg a ceremóniamestert. Ezen kívül még milyen kiállítókkal találkozhatnak az érdeklődők az esküvő kiállításon? A kiállítás elsődleges célja az, hogy egy helyre hozzuk össze úgy a szolgáltatókat, nem csak hogy milyen, hanem az, hogy minél többet, tehát egy-egy szolgáltatáson belül is minél többet, azért, hogy az ifjú pár a nagy napjára mindent egy helyen megtaláljon, hogy tudjon válogatni. Nincsen kizárólagosság nálunk, és ez butaság is lenne, hiszen az ízlések és más vonz, tehát gyakorlatilag egy nagy nevű fehérvári cukrász süteményét, ha valaki nem annyira kedveli az ízvilág miatt, akkor úgyse fog hozzá menni, hanem átmegy egy másik neves cukrászhoz. És ugyanez az étterem, ugyanez a dekoratőr, a virágos, hogyha neki nem annyira szimpatikus, vagy ismerős, gyerekkori ismerős a szolgáltató, akkor mindenképpen őt fogja megkeresni. Tehát az a fontos,
hogy minél több szolgáltatót, akár egy-egy iparágból, és minél szélesebb skálán mutassunk be az ifjú párnak, vagy a látogatóknak. És hát én már ugye voltam esküvő kiállításon, én tudom, hogy milyen, de azért meséljük el, hogy itt nem csak az van, hogy bemegy az ember, és akkor standok itt-ottam ott az épületben, hanem azért sokkal is készültök, bemutatókkal is készültök. Ez nagyon fontos része minden kiállításnak. Természetesen a színpadi műsoroknál elsődleges, vagy nagy előnyt élvez ugye a ruha bemutató, hiszen a lányoknak ez a nagy kedvence, hogy felvonultatják a szolgáltatók azokat a ruhákat, amik az idei évben gyakorlatilag a legnagyobb divatok, ezek az új trendek, hogy így fogalmazzak. Ezt fontosnak tartják bemutatni a szolgáltatók, és egyéb más szakmai programokat is hozunk mindig, mert valamivel színesíteni kell a kiállítást is, érdekességeket kell behozni, és meg kell mutatni olyan dolgokat is a látogatóknak, amikkel ők nem számolnak. Tehát ugye őket úgy kell fogadnunk, mint laikusok. Tehát ők megpróbálják valonnan összeszedni az információkat az esküvőjükre, de nagyon sok ifjú párral találkozom, amikor bejön, megállt egy olyan új típusú szolgáltatást, amire a homlokára csap, hogy aha, én erre nem gondoltam. És vagy benne van a költségvetésébe, vagy bele tudja rakni, bocsánat, a költségvetésébe, vagy kénytelen azt mondani, hogy akkor erről most lecsúsztunk. Ennek a szolgáltatónak szoktam mindig mondani, hogy legalább 2-3 évet ki kell várni ahhoz, hogy annyira beleihódjon a köztudatba, és a szakmán belüli köztudatba is, hogy ő igazán helyet kapjon ebbe a szakmába. Mert hogy annyira újdonság. Van ilyen, nagyon sok. Minden évben van ilyen? Mi kezdtek? Minden évben. Hát nemrég jöttek be például az említett ceremónia, illetve bocsánat, a szertartásvezetők. Aztán nagyon sok ember számára például a vőfékedés mellett a ceremónia mesterség idegen volt. Tehát ő csak azt tudta elképzelni, hogy én nem akarok az esküvőmre egy olyan embert, aki magyaros ruhába népi rigmusokat szaval. Jó, de van más is, milyen más? Az, hogy öltönyben van, vagy frakba, elegáns ruhába, és inkább levezeti az egész esküvőt. Ja, ilyen van, én nem tudtam róla. Nem tudott róla. Aztán például a selfie gépek nagy divatok lettek, hogy kitelepülnek esküvőre egy olyan automatával, ami előtt lehet vicces fotókat készíteni, különböző eszközök segítségével és díszletek segítségével, ami felkerül egy tárhelyre, és onnan bárki letöltheti magának. Ez is egy aranyosság. Ami most az idei kiállításon nekem nagy kedvencem lesz, és elnézést, nem akarok senkit sem megbántani ezzel, egy olyan fa dekoros cég jön ki, hogy dekorlapokra ír gyakorlatilag lézertechnikával, de akár a meghívó is lehet ez. Tehát milyen frappáns, hogy nem a klasszikus papíralapú meghívóval jelennek meg a vendégekhez, vagy vendégeknél, hanem egy hasonló méretű plakettel, falapocskával, és aztán ezt olyan szintig vitték, hogy a menükártya lehet belőle, aztán minden más gyakorlatilag egy köszöntő, egy bármi gyakorlatilag, ami az esküvő elfér, az meg tud jelenni ezen a díszes fa nyomaton. Tehát olyan széles már tulajdonképpen a paletta, hogy a jegyes pár szinte alig győzi eldönteni, hogy mit szeretne az esküvőjére. Hát gyakorlatilag éttermek, dekoratőrök, virágosok tudnak annyira megújulni, hogy nyilván ez kevésbé fordul elő, de mondjuk, hogyha egy ifjú pár 3 évvel ezelőtt ott lett volna az esküvőnkön, és most újra eljön, akkor ugyanannál a szolgáltatónál teljesen más lát. És ugye két napos lesz a rendezvény, tehát január 12-én és 13-án is várjátok az érdeklődőket. Erre azért volt szükség, mert akkor az érdeklődés, hogy szükség volt a két napra, hogy úgy el lehessen osztani a vendégeket? Amikor legelőször elindultunk a kiállítás életében, lásd kiterítve, itt előttem a korábbi füzeteket is, az első két évben már, vagy még csak egy napos volt. És aztán igen, szükség volt arra, nyilván nagyságrendekkel nagyobb lett a kiállítóink száma is az első pár évhez képest, illetve igen, tehát szükség volt arra, hogy két napot csináljunk. Néha már elgondolkodunk, hogy egy szakmai napot lehetne pénteken is beindítani. Mindkét napon ugyanazok a kiállítók lesznek. Igen. Így van. Kiket vártok egyébként elsősorban? Tehát a jegyes párok az evidens, az mindenképpen, de hogy rajtuk kívül... Igazából nekünk a legfontosabb, hogy a célközönséget bevonzuk.
Tehát szolgáltatóim azok nyilván abból kapnak munkát, hogyha a célközönséget bevonzom. De azt már nagyon régebben is észrevettük, hogy azért bebejönnek olyan emberek, akik úgy kíváncsiak egy ilyen januári évelei gyakorlatilag városi rendezvényre, hogy vajon ez milyen lehet ez, milyen színes, milyen aranyos, milyen kedves. Nyilván aranyosan jönnek a sütik miatt a cukrászokhoz, de azt látom egyébként, hogy ők ugye azért jól érzik magukat. Tehát ez egy ilyen kis társasági esemény lett. Hát akkor már ki is nőtte magát tulajdonképpen. Ja, ilyen szempontból igen. De a lényeg az, hogy a célközönség jön el hozzánk, így van. Mennyire eredményesnek ítéled egyébként ezt az elmúlt 16 évet, ugye ide lesz a 17. Hát a számok egyértelműen azt mutatják, hogy valamit jól csinálunk, és ugye azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos levonni a következtetéseket, meg az eredményeket a kiállításon, de nem mindig tudjuk. Hiszen vannak olyan szolgáltatók, akiknek mondjuk az eredményessége hetekkel vagy hónapokkal később mutatkozik csak meg. Az, hogy a nagyon régi kiállítóim, akik már nagyon régóta itt vannak a kiállításon, azoknak a száma nagyon magas. Tehát több mint 30 kiállítom, több mint 10 éve ugyanaz. Vannak olyan kiállítóim, talán 8-an is, akik az elejétől fogva ugyanazok, tehát 17. alkalom óta végig kitartanak. Voltak olyan kiállítóim, akik kénytelenek voltak lemorzsolódni a kiállításról, mert azt mondták, hogy minden évben úgy jönnek ki, hogy nincsen szabad időpontjuk. Tehát nem látták értelmét annak, hogy kijöjjenek. Erre viszont van egy felelet. Szerintem 5-6 olyan kiállítóm van, akiknek szintén nincsen időpontjuk, mondjuk akár most 2019-re, de igenis fontosnak tartják, hogy kijöjjenek egy ilyen seregszemlére, egy ilyen piacra, hogy a szakma azok igenis lássa, hogy ő még mindig itt van, mindig dolgozik, töretlen sikerrel, lelkesedéssel, és mindig jön egy jó felelet rá, a rákövetkezendő évekre is választják őket. Tehát kijön úgy, hogy nem érsz rá, nem, sajnos nincs időpontom. És hogyha azt mondom, hogy 2020, nézhetjük a naptárt, és átteszik az esküvőjüket. Tehát vannak olyan kedvenc szolgáltatók, akik miatt akár még évet is módosítanak. Nem, semmi egyébként. Tehát akkor azt még mondjuk el, és emeljük ki, hogy mikor és hova kell menni azoknak, akik szeretnének elmenni. Január 12-én, 13-án a Novotelben, gyakorlatilag két napon keresztül, 10 órakor nyitunk, 18 óráig tartunk nyitva, mindkét nap ugyanazon szakmai programokkal kedveskedünk, hiszen a közönségünk szombat, illetve vasárnap is más-más. Tombolával zárjuk, tombola nyereményekkel szoktuk zárni a napokat. Ez is nagyon vonzó a látogatóink számára, hiszen a szolgáltatóktól ilyen komoly ajándékokat szoktak kapni. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Kedves nézőink, tehát ahogy hallhatták, érdemes lesz ellátogatni az esküvő kiállításra, tehát amellett, hogy mindent megtudhatnak egy esküvővel kapcsolatban, és kiválaszthatják akár a kedvenc szolgáltatókat is, érdekes nyereményekkel is hazatérhetnek.